az volt a taktikai megbeszélésünk, hogy úgy kezdjük a mérkőzést, hogy mind védekezésben, mind támadásban a maxot kihozzuk. Azt gondolom az első 10-15 perc az nagyon jól is sikerült. Tényleg szerintem úgy minden összeállt. Azt gondolom, hogy kicsit a Debrecen meg volt illetődve, hogy ugye hosszú út volt, idejöttek, de azt gondolom, hogy meg akarták mutatni, amit tudnak. We feel now a lot that it's been a lot of games and Champions League, then league games two times every week since the last national team break. But I feel at the same time we managed to rotate. We have so many good players that we are lucky there. So in this way we still manage and we feel ready for the last game as well. Végig kézbe tudtuk tartani a mérkőzést. Nagyon-nagyon extra koncentrált védekezéssel kezdtünk, és nagyon jó támadójátékkal, felszabadult támadójátékkal. Hozzáteszem, talán ha az a 3-4 büntető, ami a mi szintünkön nem megengedett annak kihagyása, ilyettén kihagyása, tehát ilyen formába, még az is bement volna, akkor azt mondtam volna, hogy teljesen elégedett lennék. De ilyet nem mondok soha. És a második fél időben egy picit azért hullámzó volt a játékunk, de összegészébe véve a célnak megfelelt.